A 89 feladatellátási helyen rendelkező kisvárdai tankerületi központ csaknem 14 ezer gyerek oktatásáért felelős. A tavalyi tanév legnagyobb változása a tankerületi központok rendszerének 2017 évelei elindulása volt, amelyek a Glebersberg intézményfenntartó központ helyett jöttek létre. A tankerületi igazgató szerint az intézmények feladatellátása szempontjából mindenképpen pozitív változást jelentett. Az intézményekhez közelebb kerültek a feladatok, ők saját hatáskörben nagyon sok mindenről dönthettek, és nagyon pozitív még az, hogy az együttműködésünk az teljesen jól értékelhető, illetve amit ki szeretnénk még emelni, az, hogy önálló költségvetési szerv lettünk. Az intézményeknek van költségvetésük, és ezzel ők saját maguk gazdálkodhatnak. Az eseményen elhangzott, a tankerület megkezdte az intézmények nyári karbantartását, amelyre összesen körülbelül 35 millió forintot fordítanak. A felmérések megtörténtek, megvásároltuk az intézmények részére azokat az anyagokat, amelyeket kértek. Itt ugye beszélünk a WC-k, mosdók felújításáról, az életveszélyes balesetveszélyeknek az elhárításáról. Nagyobb részt az intézményeknek a karbantartói meg tudják tenni ezeket a feladatoknak az elvégzését, de nagyon sok segítséget kapunk az önkormányzatoktól. Az évértékelőn elhangzott, a Bessenyei György Gimnázium eredményes tanévet zárt. Hamarosan elindul egy 106 ezer euró értékű pályázat a szlovákiai Király Helmec gimnáziumával, valamint a diákok tanulmányi eredményei is kimagaslóak lettek. A iskola tanulmány átlaga tovább növekedett, a érettségi vizsgáknak az átlaga elért a 4,35 század eredményt, átlageredményt, és az emelt szintű érettségvizsgák esetében is kiváló eredményről tudunk beszámolni, főleg a természettudományok területén. Ezen kívül az iskolánk innovatív jelzővel illetető nyugodtan lehet mondani. Ennek eredményeként a megyébe sajnos egyedüliként elnyertük a minősített tehetséggondozó műhely címet, ami 5 éven keresztül egy olyan feladatkört ad számunkra, ami lehetővé teszi, hogy elvégezzük a tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységünket, nem csak az iskolára tekintve, iskolai tanulókra vonatkoztatva, hanem a környékbeli általános iskolák tekintetében is, és erre kiemelt támogatást fogunk kapni. A rendezvényen szó esett a helyi fenntartói jó gyakorlatokról, és a nemrégiben létrehozott szakmai tanácsadói testület munkájáról is.